De a kapu közepébe tartó nem túlságosan erős lövést Viktor védi. Ellentámadás jogról révén be magyar 16-osra, és ott kihár biztos lábbal rombol. Előre kerül Halmosihoz a labda. Továbbít Göröcshöz. Lendül előre a magyar csapat, és szabadrúgáshoz jutunk. Bene áll a labda mögött, hatalmas lövés, de Viktor paráz és védéssel hárítja a labdát. Zámbó beadása átkerül a másik oldalra. Bene rálő, Hagara bele dobja magát. Fatekasik pattan a labda, újabb lövés, megint Hagara hárít. Élő fal a csehszlovák védelem. Bene kísérletezik újabb előretöréssel, de a 16-osnál visszavágják a labdát. A félidő utolsó perce, Veszeli kiugrik, Kelemen felvágja. Sajnos ez bizony 11-es. Kvasnyák a nagyszerű csehszlovák játékos lő és gól. 1-0-ra vezet a tünetben Csehszlovákia válogatottja Magyarország csapata ellen. A második félidőben sorozatosan, több hullámban nagyon szép akciókat vezetnek a csehszlovákok. Jobbszárnyi támadás, középre kerül a labda, megállítja a 16-osnál Veszeli lő és gól. 2-0. Újabb csehszlovák támadás, szabadrúgás, Adamec lő és a hálóban táncol a harmadik csehszlovák gól. És kicsodálkozhatna, hogy Petras, a fiatal labdarúgó, jó nagyot rúg a labdát. Viktor, a csehszlovákok kapuvédője, munka nélkül. Dolga lehetne viszont Szent Mihálynak, mert jogküllövése bizony akadálytalan esik ismét a kapuba. 4-0, és az utolsó pillanatban Puskás kitör, 11-eshez jut a magyar csapat. Előbb kapuscsere, Vencel áll be a kapuba, és aztán Kocsis lő, és a végeredmény Csehszlovákia, Magyarország 4-1. Ezzel a szép győzelemmel Csehszlovákia válogatottja, kiharcolta a mexikói repülőjegyet, bejutott a világbajnokság 16-os döntőjébe.